Grand Prix kvalifikációra készülünk Pünköst hétfőn. 9 éve volt ilyen rangos esemény a debreceni salakmotorpályán, és bízunk benne, hogy ezzel egy plusz új lendületet kap a debreceni salakmotorsport, úgyhogy nagyon készülünk erre a Pünköst hétfő délutáni versenyre. Mi a tétje a versenyzők szempontjából? A verseny tétje az, hogy a legjobb 4 versenyző juthat tovább a Grand Prix Challenge-be, onnan pedig kvalifikálhatja magát a jövő évi világbajnoki sorozatba, a Speedway Grand Prix-ba. Hogy látja, milyen lesz a mezőny? Nagyon kiegyensúlyozott mezőny, a továbbító 4 helyre 8-10 versenyzőt tudnék megnevezni, aki eséllyel pályázik, ebből kifolyólag pedig parás csatákra, tényleg féktelen viadalokra számítunk. És persze közönségre. És persze a debreceni nagyszerű közönségre és a környékbeli, illetve az ide érkező közönségre, akik az Európa-bajnoki selejtezőn is nagyon jó hangulatot teremtettek, ezt csak überelni tudják. Én úgy gondolom, hogy mi adjuk hozzá a megfelelő versenyt, versenyzőt, minél jobban előkészített pályát, és hogy olyan futamokat produkálnak a vaspapucsos srácok, mint az Európa-bajnoki selejtezőn, akkor mindenki a tenyeri dörzsöve megelégedve térhet haza. Azt láttuk, hogy a Speedwolf egy olyan középtávú tervet rakott le az asztalunkra, amely megvalósíthatónak tűnt, és amely a közönség újbóli kicsalogatására irányult a Salakmotor Stadionba, és hát jó bizonyítéka ennek az, hogy hétfőn immáron ismételten 9 évet követően salakmotoros világbajnoki kvalifikációt rendezhet a Perénypá Salakmotor Stadion a Gázvezeték utcán. Ez egy óriási sportdiplomáciai eredmény, és hát a nézők is jól mutatják azt, a nézőszám, hogy bizony szükség van erre a technikai sportra, hiszen az idei év első 2 versenyén 2500-an, illetve 3500-an voltak kint, a mostani eseményre pedig lehet, hogy még többen ki fognak látogatni. Azért döntöttünk a salakmotor támogatása mellett, mert kerestük azokat a lehetőséget, ami a cég profiljába is belevág, ugye autóiparról beszélünk, motorsportról beszélünk, mások oldalról pedig kerestük azokat a sportágokat, amik népszerűek a városban, ezért esett a választásunk a női kézilabda mellett a salakmotorra is. Én úgy gondolom, hogy látva azt, hogy most milyen versenyt rendezhet a klub, ez egy nagyon jó befektetés volt a cég számára is. A kollégáink nagyon élvezik a versenyeket, ugye biztosítjuk számukra a bejutás lehetőségét, és biztos vagyok benne, hogy nem ez a vége a történetnek, hanem fognak még itt rendezni sokkal rangosabb versenyeket is.